Vinduc túl van egy mérkőzésen, ez Báncot győzte le 3-0-ra. Persze ahhoz, hogy milyen sikeres legyen, azért ahhoz kellett az amerikainak a sok-sok hibája, a rengeteg szektor hibája, tehát is nagyon sima mérkőzés kerekedett ki abból. Pont annyit dobott, mennyire szüksége volt a végén, mert nagyon, nagyon könnyedén nyert. Egyébként, és jött egyébként itt a Pitisangerian fanklubban, hogy jó volt a tipp Báncra. A szektorhibától kezdve mindenhol elmondtuk, hogy nem fogja megverni Kevin Dutzot, hogy, ja. hogy nem Bánc fog nyerni. Egyébként Kevin fog kezdeni majd. Láttuk a szezon a beli átlagát, alig valami hivatalos 90-es. Igen, hivatalosan meccsük egymás ellen nincsen. Hát ez pedig egy 95 fölötti átlag Michael Smithnél. Tehát mikor mondjuk azt, hogy nincs jó formában, igaz? Na akkor, kezdődjön. Na. Dutz kezd tehát. Egy tripla 20-assal, aztán egy egyes, 121. A Dutz kezdte az egész világbajnokságot egy 180-as körrel. Itt most nem jön tripla. Lázas. Egy. -134. Most már Smith is lent. Százas. Eddig még nem volt triplamentes köre Dutznak. Nem. Tripla 20, tripla 20 kéne. 99-210. Oj, na ez most ez egy probléma. 40 pont, ez most baj lett, 140-re ment le csak vele, 210-re jön Smith, méghozzá nagyon jól. 140-nel 70-e marad. Sokkal előnyösebb hátsó pályán. Főleg így, ebből nem lesz kiszálló, egy sima 20-as kell, akkor 40-e marad. Hát ezzel az előző körével rendesen elrontott a Dutz. Az a 40, az nagyon nem kellett volna bele. Megvan a tripla, és megvan a dupla. Ez és használta kegyetlenül Michael Smith, még ha nem is kezdte jól, mert ugye triplamentes körrel kezdte. Tehát az a... Azért egy 100%-os kiszállózás, 107-es átlag fölött 14 nyilas hátsó pálya. Na. Egyelőre azt a Smith-t látunk, akit szeretünk. Most régi, régi mód, régi nyilaihoz hasonlóan csapódik a nyila megérkezéskor. 90. Megint szektorhiba Dutznál. 81. Nagy előnye van Smithnek. 180! Megszületett az első 180. 96. Csak el is intézheti a második leget is most Smith. Dupla-dupla, nem ment rá. És egy kis újra tervezés. 60. 60. Ezt a 60-at, 40-et ki kell végezni Smithnek. Elsőre nem. Második nyillal igen. 2-0 szélvész gyorsan. Ez azért pörög rendesen ez a meccs. Ez benne van, nagyon jó. 180!
nála jelenik meg először a kis 9-es. 131, jó a válasz. Nézd meg, negyedik is jó, az ötödik is jó. Hatodik is 180. Bárdik eljutott az első napon, az esélytelenebb Ductól ilyet látni. Jön a hetedik nyila. Nézzük ezt. Mit csináltál, ember? Ó, egyébként nagyon jó játék. Pedig még a hetedik nyíl is nagyon-nagyon közel volt. Igen. Talán dobott egy bult. 140 is jó lehet. 140. Nem szabad elhibáznia. Dupla 20, 11. nyíl, megoldja. Ó, de gyönyörű, szenzációs leget produkál Duc. Hát eddig nem rossz, 103,97 Ductól és 108,8 Michael Smith-től. Nála nem kerül ki, százas. Szenzációs átlagok. Magasan a legszínvonalasabb mérkőzés eddig. Igen. Aprócska megtorpanás most a világbajnoktól. Igen. 140, sóz oda a Duc. Most neki maradt 170-e. Ó, csak nem jön a tripla. Egy kiszállón Smith. 60. Nem tud lemenni száz alá, nem tud triplát dobni Duc. Az viszont jó. 138-al 52 a maradék, 110. És ezért kellett volna az a tripla még Ducnak, hogy egy kicsit könnyebb legyen a kiszállója, ne pedig 100 fölötti. Ez nagyon szép, 10 és 36. Ó! Elrontotta. Megvolt az esély pedig. És elviheti az első szettet, így aztán Smith. Be is dobja a dupla tizet. És így 1-0 Smith vezetéssel vonulnak le színpadról. Nagyon gyorsan lezavarták ezt az első szettet. Többen szóvá tették, hogy mi vagyunk a hibásak, hogy nem lett az M1 9 nyilas, mert ezúttal nem nyitottunk ajtót. Tényleg? És ki szokta kinyitni az ajtót mindig? Hát én ülök a legközelebb hozzá. Igen. Úgyhogy... Megint megtaláltam, hogy ki legyen a hibás, ne én, tudod? Na mindegy, hát. Hát ha így nyomja végig Michael Smith, akkor nagyon gyorsan vége lesz ennek a meccsnek. Nagyon jó meccs eddig, azért azt ne felejtsük el, hogy mind a ketten százas átlag fölött vannak. Most ezt a leget Smith kezdi. Milyen jó. Nagyon jól. 180! Jön a válasz, rá mondjuk az átcsúszik az ötösbe. 85. Ez biztató, negyedik. Erre nem dob triplát egyet sem. 58 lett így. Ott viszont lehet, hogy jön három. 180! Ők úgy döntöttek, hogy most meggyűjtik egy kicsit azt a ládikát, telerakják. Hoppa! Innen 80. Száznegyven! De jó játszik Duc. Is. Bizonyám, és hátsó pályán nagyon jól áll. 100, százas. Na és 100 alatti kiszálló mindketten.
Na, dupla-dupla, dupla-dupla. Megvan, és a dupla húz. Ó. Ott volt egy kiszálló, de 83-ra jöhet Smith. A világbajnoki címvédő, az egyes számú kiemelt, nagyon jó. Ajj. Pillanat alatt kivégezte. Nem dobott négy köröst, kikap. 60. Most ez benne is maradt egy kicsit a buksiába. Lusznak. Jön is rá válasz Smith-től. 81. Még mindig 100 fölött mind a ketten. 100-as. Ez most nagyon magas szintű játék, jól látni, nem? Pergős is, magas színvonalú is. Mint egy jó rizs. És őszintén szóval azt is jól látni, hogy nem az következett be, amitől sokan tartottak, hogy Michael Smith nem lesz olyan formában, hogy már akár a második fordulót túlélje. Mert tényleg jól játszik Smith. 140! De jó, jó meccs. Hát, jó ellenfele van Dutt személyében Michael Smithnek. 143-ra Kevin Dutt. Érkezett a tripla is lent. 160-ra. Ilyen kísérletet már láttunk egyszer, csak akkor nem lehetett, nem sikerült befejezni duplával, de hát most el sem jutunk a dupláig. Ojo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 j
16. Uha, az nagyon belül, dupla 8. Az megvan. 1-1. Pá. 125-ös, jól korrigálta azt az ötös kezdést. Az igen. 180! Ott is jön két tripla. De jó játszanak. Bizony. Ott sem jön tripla, fönt sem, lent sem. 57 a dobás. Na nézzük, Smith mit alkot most. 98, 144 a maradék. Hát. Megkockáztatja? Nem, kivált. Nem is tudott lejönni készáron a 144. Ez jó, tovább. 92. Most megint beindult. 138. Csak hát 52-re jön Smith. Dupla 8, még mindig a dupla 8. Hoppá! Dobja be. Ha itt az esély duc előtt egy bréklekhez. Ugye Siba 12-es meglepődött attól a tripla 12-től szerintem. 68. És 32. Nem dobja be. Nagyon messze volt ráadásul. Kifog rajta nagyon ez a dupla 8. Bedobta. Így nyíl kellett hozzá. És jól kezdi ezt a legedút. Nem 110-es első 9 nyíla van a hollandnak. 100-as. Megint jó a kezdés, az is. 180! De magas színvonalú játék. Megvan a 25. a tornán, igen, vagy a VB-n.
az, azt a... Nagyon úgy néz ki, hogy elviszi Duc ezt a szettet döntőlegig. Megint 90. 44-re. 32. Dupla 8. Nem dobja be. Még lesz rá biztos három nyila. Öt a dobás, 116-ja maradt 16-ra. Be is dobja, úgyhogy a döntőleg. Igaz, hogy a Smith kezdi majd. A Holland egyébként, mondom, 100,38-as átlagon van. Jelen pillanatban megvárom ezt Smith-től. 140, nagyon jó kis kezdés. 97,99 százados átlag. Lent jön a tripla 19, 2 és 134. Száznegyvenezés. Ó, de jó kis meccs, mi? Hoppá! 57, 19-esre, de ő 20-asra megy. Hú, fölé vágja. Jaj, ne, könyörgöm! Istenem! Nem jött a tripla, nem, nincs kiszállón. De meg lehetett volna oldani tripla nélkül is, egy kicsit számolni kellett volna, és így meg nagyon nagy szansz lett. Lehetett volna neki. 174. Ez most jó. Tripla 18. 134-jel lemegy 40-re. Úgyhogy 72. helyzetben van Smith. Meg kell oldani a Smithnek. Egynyira lesz duplára. Dupla 20. Nem dobja, dobja és elviheti a szettet végül is, Duc. Itt van az első olyan pillanat, amikor 10-es, az sem jó, 5-ös, bedobja! 1-1, mindig azt gondolna az ember, életem is azt gondolom, hogy mikor törik meg a holland, de nem törik meg a holland, rettenetesen szívósan küzd, nagyon jól játszik, jó teljesítmény nyújt, úgyhogy tartogat ez a mérkőzés még izgalmakat. Na, az este utolsó szünete, nem sokára folytatjuk. A holland bírja-e végig ezt a szintet, tudja játszani? Én most mondom neked, hogy az előző szetben 99,99 százados átlagot dobott Kevin Duc, és 94,36 százados átlagot Michael Smith. Az első 9 nyila majdnem 114-es volt Kevin Ducnak, és 105-ös első 9 nyila Michael Smithnek. Na, itt akkor itt vanni. Ez a mostani állás, igen, ez a két szett különté. Egyébként, és a nagy 180 gyártó Michael Smith kettőt dobott, ez eszembe ötöt a holland. Nem, itt most az a kérdés, hogy milyen gondolatok lesznek majd Michael Smith fejébe, hogy átfut-e a fejébe az, hogy neki most itt akár még vége is lehet. 180, micsoda kezdés már megint. Mert vagy pedig összeszorítja a fogát, egy szenzációt fog mutatni, mondjuk egy ilyen 171-et. Mind a kettőnek ott kell lennie, azaz. Az fölötte van. Érte. De egy 140-et azért összehozott. Jó, nagyon nehéz feladata lesz még Michael Smith-ben. Még bízhatunk Michael Smith-ben. Nagyon nehéz. És eldobja! Milyen meccset játszanak, oda néz, és jön neki megint a tripla! 25-ös! Nem, ledob, 137! 44 a maradék! Onnan is jön! Fába vágta a fejszéjét Michael Smith, amikor Duccal összehozta a sors. 44!
32. Hoppá, 24, dupla 12. Bedobja! Nem nagyon zavarta meg a 12-nyilas. 12 nyilas leg. Ez 9 nyilassal lehetett volna csak megverni hátulról. Nem jó kész. 58. Közben fölmondta a szolgálatot az eredeti. Mindjárt majd én akkor többet 140, igen. Ez viszont nagyon jó kezdés a hollandtól. Uha, kezd megtorpadni, most már közben 100-as. Hoppá! Ez Michael Smith malmára hajtotta a vizet most ez a kör. 59, megint nem jön tripla. Azt a Michael Smith látjuk, akit évközben nagyon sokat láttunk, és ezt a fajta játékát nem nagyon kedveljük. Mármint játék szintre gondoltam. Igen, már végig ugyanezt a Michael Smith-t láttuk. Kinézhetetlen. Ja, hát, igazad van, egyébként teljesen. Most ráerősített viszont, itt kiszállón van. Nézzük, Én, ez most egy nagyon-nagyon-nagyon nagy mérföldkő lehet ennek a világbajnokságnak Michael Smith részéről szerintem, mert hogyha ezt 119, ha ezt tud, hozni tudja Smith. Ó, de szép! Bedobja! A legmagasabb kiszálló. Igen, ez most olyan Michael Smith-es volt. 150, jegyezzük meg, ez a legmagasabb checkout. 140. De mintha mi sem történt volna, nyomja tovább, Duc. Jön a válasz. 140-et válaszként. Milyen játékot mutat? És egyébként hozzáteszem, hogy nagyon nehéz feladata van Smithnek. 90. Oj. Most becsúszik a hiba. Korrigál valamennyire ezzel. 150 neki is. 57 volt a dobás, igen. Hoppá! Nem lesz így kiszálló. Kényszerű rá 150-re, Duc. Öt, 57-56-ot szeretett volna dobni. 98. De minden esélye megvan, hogy átvegye a vezetést. Most már csak le kell zárni a leget. Az megvan. Az is megvan, rendkívül higgadtan. 102,9-os átlagon van Kevin Duc. Megjavult közben mégse. Egy kicsit le vannak maradva megint. Jó, most már, most akkorra vette le, amikor már jó volt. Most már csak le kellene vonni Smith dobását. Hát ide-oda rakosgatják. Három, igen, mert le van maradva. És vagy lefagyott, vagy, hibázik. 134, 282-je van. Ugye az a helyi scorer, amit lehet látni. 140. És még ha egyenlíti Smith, akkor is a döntő leget ebben a szetben Duc kezdi. 58. Megint megtalálta a triplát. Maradt tovább ott. 98. Smithnek azért ott van a kezdésből adó előny, igen. Jól korrigált. 95. 220-ra. Kellene az a tripla, nincs. 160 marad. 129-re Smith. Tripla 20. Tripla 18.
57 a dobás, 72-je marad, ugye már volt egy 72-es kísérlete, ami nem sikerült, 160-ra. Ezért kellett volna az előbb az a tripla ducnak, az magas kiszálló, az... amit vele nem is tud megbirkózni. 100-as marad a 60. Na, ott van nagyon nagy teher Smith-en most. Jó, és a dupla 12. Ilyen szépen gyorsan megoldja! 2-2, döntőleg Duc kezdi. Nem rossz kezdés ez. Van is jön egy kezdés, ami nagyon jó. 180! Így már nem olyan jó kezdés, hogy megdobja a 180-at Michael Smith. 58. A negyedik az alá megy. Ott megint jön a tripla. 96. Nagyon nagy előnybe hátsó pályán. De jó ez most. 180! Nagyon nehéz feladata van Smith-nek. Iszonyú kellemetlen ellenfele van Smith-nek. Hoppá! És nem jött tripla! 138-ra! Még egy 19-es. Ú, de szép! Hát nincs mese, 167-et kell megoldani Smith-nek. 30, ezt meg kell oldani. Megvan! Egy picivel fölötte. 99 és 32. És átveheti a vezetés Duc. Eddig higgadt tudott maradni ilyen kiélezett helyzetben. Most megoldja! Is! 13 nyíl! És most már vesztésre áll a világbajnok. De most rögtön rálépett a gázpedára. Na most meglátjuk. Röpködnek a szépen a 180-nak. Meglátjuk, hogy milyen formában van Michael Smith. Ez egy 60-as kezdés. Nézzük Michael Smith folytatását. 5-ös. Jön a tripla. Hú, de kár azért az ötösért, már mentem volna az ajtó felé. Nem látni rajta semmi olyan jelet, hogy most ő pánikolna ezen, nem, ugye? Ugye ne felejtsük el, hogyha esetlegesen itt döntő szett fog bekövetkezni, akkor ugye kettő különbséggel kell nyerni, tehát 2-2-nél nem az ötödik leg fog döntést hozni majd, hanem elmennek 5-5-ig is akár. Hoppá! Ó, az nem jött, de szép volt, nagyon rádobott. A 12 nyilasra. 98, újra dupla 4. Megoldja 13. Tényleg bele is mondott erről a legről Duc. Viszont nagyon jó szokta kezdeni a saját legeket. Kíváncsi vagyok, most mi lesz. Hát ez most nagyon erős játék volt Smith-től. Hát most pont az ellenkezője történik természetesen. 82-ben, hogy jól szokta kezdeni. Igen. De hát ez ennyire egyszerű. Ó, Smith most nagyon beindult. 140! Rosszul kezdte, de jó folytatja. Nem áll jól neki, onnan ahol inkább leváltott. 174! Kap egy 100-as Smith-től. Megkapja rendesen az erőpróbát. A maradék. 140. Na most jön az érdekes része a dolognak. Jó, kell még egy. Az nincsen meg, tripla 18.
52 a maradék. Hát 100 fölötti Michael Smith előtt. Megvan! És a Bull. Betobja! Micsoda le! 150-es kiszálló, majd egy 121-es kiszálló. 2-0 lebrékeli Ducot. Kilencvenöt. Százharminchét. De jó meccs lett ez, nem? Jó tempó, nagyon, jó játék. Százas. És minden esély megvan arra, hogy ráadásul döntő szettes is legyen. És az az igazság, hogyha ezt így tudja folytatni Michael Smith, és megfordítja ezt a meccset. Kilencvenhat. Na, 18-as, okos volt. 174. 134 hátsó pályán. Kilencven, marad a 120. Jó, és dupla-dupla! Ó, ráment pedig. De ott van 40-en hátsó pályán. Tűzzel játszott most, de majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Tripla lesz-e? Van tripla! Ó, egy picivel alámegy, és visszabrékelhet most Duc. Dupla 10. Dupla 5. Bedobja! Megint higgadtan végül is, fogytak a nyilak. Elismerőleg bólintott, bólogatott Michael Smith nagyon sportszerűen. És képzeld el, most hozza a kezdését, akkor egy mindent eldöntő leggel tud majd egyenlíteni. Michael Smith. Így van. Százas. Vagy megint kapcsol egy fokozatot Michael Smith. 98. Maximum csak lekövette. Húha! 180! Most válik aztán igazából izgalmassá és érdekessé a dolog. Egy triplás válasz jön csak a 180-ra. Megint jön egy tripla. Az fölötte. De így is lemegy 121-re Duc, miközben 307-nél tart Michael Smith, bár ebből faragni fog most. 140-et még hozzá. 167. 51. Nincs meg vissza tripla 20. 57 a dobás. És megint 64. Egy óriás kihívás előtt Michael Smith. Nem lesz meg. Kell még egy. Na, elmegyünk-e döntőlegig a negyedik szedben? Ductól függ. Egy nyila lesz duplára. És a 32. Nem dobja be! Meg! Ezt elrontotta most. 25, dupla 20, gyönyörű. Hát ez milyen magabiztos volt itt most mi. És jön a döntő szett. És hogy ez benne marad egyébként. Nézd meg, látod, hogy már mosolygott rajta egyébként. És a döntő szettet Duc kezdi. Mármint döntő szett, döntő, ő elsőleg. 100. Annyira látszik Duccon, hogy szinte rezzenéstelenül mindent kikapcsolva maga körül csak a ez játékra neki fókuszál. Teljesen mindegy, hogy most tudom, hogyha még ki is kap, akkor is ez egy szenzációs eredmény neki. Hoppá. Két tripla jön le. Hát
Hát most ebben a legben nem áll jól a szénája Michael Smithnek. 90. És elrontja. Majd javít valamit. Sőt, jelentősen tudott javítani, mert lement 100-ra. Elrontja Smith is. 25-ös. Szép volt. Ugye sima 25-tel is kiszálló maradt volna, 167. Nincs meg a tripla. Rá kell menni, nem, ne, öt. Most nem bízott a dupla-duplába. Hát most, a, most abban bízik, hogy nem tudja megdobni a 142-t Smith. Már pedig ez megvan, az is. Bedobja! Hát ez hihetetlen, milyen kiszállókat produkál Smith. Oh-ho! És most bánja igazából, hogy az előbb nem ment rá dupla-duplára, azt hiszem. Ezt nem lehetett érteni egyébként. Szerintem abban bízott, hogy csak nem dobja már meg megint a brutál magas kiszállót az ellenfél, de megdobta. 150-es kiszálló. Micsoda, hát itt tényleg világbajnoki. Mindenki, és egyébként hozzáteszem, hogy nem csak mi beszélünk erről, 150, 121, 142. És nézd meg, bekezd egy 56-tal. Mennyire marad ducnak benne ez a fejébe. És már a közönség azonnal. Skandálja Michael Smith nevét. Szerintem Michael Smith is nagyon bejelentkezik ezért a világbajnoki címért. Annak ellenére mondom, hogy nincs vége a mérkőzésnek, és még lehet itt bármi. De ez a 142, a 150. 140. Elképesztő, milyen kiszállókat produkált. 121 döntő pillanatban. 60. És most ledobta a vasmacskát, igen. Ott. 100-as, 71-re maradék. Úgyhogy 56-tal kezdett. Még azért kapaszkodik, próbálkozik a holland. Tehát 148. 32, megoldja. 2-0, egyre kell, hogy tovább jusson Smith. Megnézem, hogy ugye egy 15 nyilas volt Michael Smith-től. 103,66-os átlagon áll ebben a szedben. 96. Hoppá! 180! Egy brutális kezdés hátsó pályán. Na, mindegy, egyefenő, nekem jó, hogy befejezésre egy 9-nyilas is. Legyen egy kis háborítás. Igen, itt a folyosón. Ja, meg mindenhol. De igaz, holnap... Megvan. Még lehet ebből. Ó! Oh! Egy picit rosszul fogta, meg olyan érzés volt. Hatodikat elrontotta. 44. ...93... 88 pontja van hát. Csinál még egy 100 fölötti Smith. De akkor az előbb az csak 100 volt, nem? 180! Na, nincs meg a tripla. Nincs ott sem. Ott sem, úgyhogy még van ducnak esélye. Nem jön a tripla. 12 és tripla, és a Bull nem dobja be. Szinte lehetett hallani a koppanást. És 80-ra. És hány meccsnyila lesz most? Kettő. Még mindig. Nem dobja be. Nem tudja lezárni a meccset Michael Smith. 25-re. Mutatja, hogy annyi módot, akkor olyan picit nem tud mutatni, amilyen picit tévesztett. 4.
Na ez a nagy baj! Hát és ezt most már kizártnak tartom, hogy Michael Smith elrontsa. Három újabb meccsnyila van, kettőt már elrontott. Dupla. Ötös. Még mindig. Ne, hogy kihagyja! Ez hihetetlen. Nem gondolom, hogy Duc számított arra, hogy még kap egy esélyt. Dupla kettő. Öt meccsnyilat rontott el Smith. Megoldja. És így aztán versenyben marad, meccsben marad Duc. Igaz, hogy most Michael Smith kezd. 19 nyilas volt a legrosszabb legeddig a meccsen. 139. Lent jön a tripla, kettő is egy utána, megy utána rendesen. Kilencven tripla. Megint levált, most viszont nem jön a tripla. Hoppá, meg még szektort is rontott. Ez most nagy hiba volt. Itt is egy szektor hiba. Már tripla. 87. 180 kell. Aj. 121. Nagyon pekes volt a második nyilával. Igen, fölzárkozni föl tudott. Most neki is az a lényeg, hogy ne jöjjön két tripla Smithnél, pedig jönni fog. Ó, micsoda kerekítés! Új, ez nem jött, de 114 így is. 67 pontja marad. Újabb meccsnyilak elé nézhet Smith. De érkezik Duc. Ó, de szép volt ez is. Megérkezett a holland, de most... jött mögé. Hoppá! Az jó, és a dupla húz. Bedobja! A hatodik meccsnyilat tudta végül is értékesíteni. És a világbajnok tovább jut. De ezelőtt a holland játékos előtt pedig emeljük meg a kalapunkat. Nagyon nagy játék. Elképesztő, mit játszott. Nagyon-nagyon megnehezítette Michael Smith helyzetét ezen a meccsen.